A Gyula otthonában aratott 51 pontos sikert követően Békés Csavára is győzni utazott a Szentsenyikse. Bár a vendéglátók a meccselőt mindössze 2 győzelemmel gyűjtöttek kevesebbet a nyíregyháziaknál, Kovács Tibor együttese számított esélyesebbnek. Az első negyed igazolta is a papírformát, 9 pontos előnyt szereztek a vendégek, amihez a második 10 percben újabb 14-et tettek hozzá Szavicsék. Fordulás után némileg kiegyenlítettebb lett a játék, a nyíregyháziaknál pályára kerültek a fiatalok, akik tartani tudták az előnyt, így végül magabiztos 23 pontos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. A Békés Csaba előtti gyulai mérkőzésünk az egy kicsit könnyebbnek ígérkezett, ahol elsősorban a fiatalok játszottak és szereztek rutint. Ezen a mérkőzésen teljes csapattal képviseltük a Sunshine színeit, és természetesen a legjobb összeállításban kezdtünk, a jelenlegi legjobb összeállításban, de a mérkőzés alakulása alatt azért a fiatalabbak is szóhorba a játékhoz jutottak, és azért elég sok játék lehetőséget is kaptak. A 20 pont fölötti győzelem azért ezt lehetővé is tette, hogy mindenki játszott a mérkőzésen, és tudta bizonyítani tudását. A Szentsenyikse legközelebb jövő szerdán lép pályára, akkor rangadót játszik Kovács Tibor együttese, mivel a csoport erősebbi debreceni csapata az élvonalbeli múlttal is rendelkező játékosokat felvonultató Deac Campus Fesztivál 2018 látogat a Bánki csarnokába. Az a tisztában vagyunk, hogy az összjáték erőt képviselve ők egy rutinosabb és erősebb csapatot alkotnak, mint hogy az előző évben is, illetve azt megelőző évben is próbáltunk bravúrokra szertenni, ami sikerült is, most is erre törekszünk, hazai pályán játszunk. Az elmúlt 2-3 mérkőzés, még ha vereség is volt, adott esetben a Szolnok ellen már voltak olyan biztató időszakai a csapatnak, ami egy felfelé ívelő játékot bizonyít, az újabb játékosaink is már beéleszkedtek a csapatba, szeretnénk meglepetést okozni. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 14 győzelemmel és 1 vereséggel, az egyaránt 12-1-es mutatóval rendelkező Szolnok 2 és Deac Campus Fesztivál előtt. A Szentsenyikse 10 győzelemmel és 4 vereséggel a negyedik helyen várja a folytatást.